Akkor beszéljünk a svéd játszmáról, ugyanis hát július 11-12-én lesz a vilniuszi NATO csúcs, ez néhány napon belül, kedden és szerdán. És nagyon érdekes szerintem, ugye az, hogy Ukrajna NATO tag lesz, az nyilván kizárt. Az, hogy Ukrajna mennyi fegyvert, pénzt kap, az fontos napirend. Önnek igaza van. De az elmúlt órákban egy dolog történt. Egy, az amerikaiak bejelentették, hogy szállítják a kazettás bombákat. Zárójel, a világ ezt elítéli, de az elítélést is, hogy nem vesz részt ebbe, az USA, Kína, Oroszország és Ukrajna nem írta alá. Kettő, szíre lépek Guterres, ENSZ főtitkár, aki azt mondta, hogy ő elítéli, ne adják oda a kazettás fegyvereket Ukrajnának. Nekem rendkívül érdekes, hát ez ember külügyminiszter volt, tehát fogalma van a külügyekről. Tökéletesen tudnia kell, hogy ha ő elítéli az USA-t abszolút nem fogja befolyásolni, és ettől még a kazettás fegyvereket odaadja. Miért járatja le saját magát? Én nem tudom, elmondtam, de gyerekkoromban volt egy olyan vicc, hogyha két kis ország összevész, az ENSZ megszünteti a vitát. Ha egy nagy és kis ország összevész, a nagy ország megszünteti a kis országot, és ha két nagy ország összevész, megszűnik az ENSZ. Ez ma is igaz. Szóval a kérdés az, hogy a Svédországnak a NATO csatlakozása az az utolsó pillanatban megfordulhat-e, hiszen most ugye a török, meg hát részben a magyar vétó miatt úgy tűnik, hogy Svédország nem lesz tagja a NATO-nak. Hát a politikában és a két oldalú kapcsolatokban az igen és a nem, az egy nagyon nehéz dolog. Bármi megtörténhet. Tehát ha a svédek ki tudnak egyezni a törökökkel, és már látjuk, hogy a svédek bejelentették, hogy Svédország hajlandó török fegyvert venni, Svédország hajlandó svéd fegyvereket Törökországnak eladni, Svédország hajlandó a törökök által terroristának megbélyegzett kurd pártot terroristára tenni, annak egyik vezetőjét kiadni Ankarának. Tehát ha itt a kompromisszumokban valamit elérnek, és a Stoltenberg ebbe kőkeményen közvetít, akkor a utolsó utáni pillanatban a svédeket föl lehet venni. Tiszteletem, tanár úr, a szlovák média szerint, ha egy évvel meghosszabbítanák a jelenlegi NATO főtitkár mandátumát, meghosszabbították, az a jelenlegi szlovák köztársasági elnök asszony Csaputova esélyeit megnövelni a poszt megszerzésére, mivel ez múlt héten megtörtént, és Csaputova bejelentette, hogy nem indul a jövő egy nyáron lejáró mandátumáért, ön szerint esélyes lehet-e erre a posztra? Üdvözlettel egy felvidéki hallgatója. Köszönöm a kérdést. A kérdés eldőlt. Tehát amit ő mond, az az érme egyik oldala. A másik oldal, hogy az amerikaiak, a franciák bejelentették, hogy egy év múlva Stoltenberget von der Leyen váltsa. Hogy mi a vélemény a von der Leyenről, egy más kérdés. Itt igazi jelölt a brit védelmi miniszter volt, akit Macron azzal lesöpört, hogy aki kilép az Európai Unióból, ne akarjon NATO főtitkár lenni. Jelenleg a NATO-nak egy jelöltje van, von der Leyen, és én megengedem azt a rossz indulatú megjegyzést, hogy Stoltenberget azért is hosszabbították meg egy évvel, hogy egy év múlva jár le von der Leyen mandátuma, és biztosítsák neki a jövőt. Azért az nagyon érdekes, hogy ha ez így van, és tényleg von der Leyen lesz a NATO főtitkár, hogy lassan az Európai Bizottság elnöke nagyobb karriert csinál, mint mondjuk a, még szerintem nála is tehetségesebb, vagy a Merkel, aki még azért mégiscsak tehetségesebb volt nála, vagy nem tudom, hogy mondjam úgy, hogy értsék. Nem? Igen, csak van néhány megjegyzés. A Merkel lehet szeretni, nem szeretni. Ő azt mondta, hogy visszavonul. Fölkínálták, hogy legyen ENSZ főtitkár. Ő nem fogadta el, ő visszavonult. Tehát a Merkel tartotta a szavát. Én annyi hülye levelet kaptam Merkelről, a hülyét ki lehet húzni. Kaptam azt, hogy zsidókém, hogy oroszkém, hogy lengyelkém, a francia, ja, hogy amerikaikém. Ezek hülyeségek voltak. Merkel járta a saját életútját, amely olyan volt, amilyen. Egyszer lehetne róla beszélni, de ez egy nagyon nehéz kérdés. Merkel tartotta a szavát, a von der Leyen bármi áron karriert akar csinálni. Ő egyszer neki ment Merkelnek. Szerintem egyszer beszéltünk erről. Ő bejelentette, hogy hajlandó Merkel utódra lenni, másnap elővették a doktoriát, és kiderült, hogy plagizált. Hónapokig vizsgálta a német egyetem, és kiderült, hogy tényleg plagizált, de hagyjuk meg a doktori címet, csak legközelebb tegye ki az idézőjeleket. Tehát von der Leyen tárcán kapta azt, hogy miután mint német védelmi miniszter megbukott, menjen el, és a Európai Unió vezetője legyen. Ez többek közt az akkori magyar szavazatokkal volt lehetséges.
most kiderült, hogy az Európai Uniót nem jól vezeti, de mivel nagyon jók az amerikai kapcsolatai. A családjának jelentős része az USA-ba él. Tökéletesen beszél a német mellett, ami az anyanyelve angolul, franciául. Így neki kínálták fel ezt a posztot, ebből le kell vonni a következtetéseket. És ha tényleg von der Leyen lesz a NATO-nak a vezetője, akkor változik bármi a NATO-ban? Tehát például felveszik Ukrajnát, hiszen mintha von der Leyen az Európai Unióban is azért nagyon-nagyon sokat tenne azért, hogy az ukrán érdekek érvényesüljenek. Egyet látni kell, és megint bocsánatot kérek, csúnya, amit mondok. A NATO főtitkára egy reprezentatív poszt. Jár, vacsorázik, nyilatkozik, jól öltözik, állati, aranyos, művel, stb. De a döntéseket Washingtonba hozzák meg. Beszéltek Ukrajna NATO tagságáról, hogy már bennem is felmerült, hogy mi van, hogyha itt a régi szabályok nem érvényesek, és valami új szabályt hoznak. Mennyire volt nehéz döntés vajon Ukrajna esetében ez? Ukrajna esetében, ha Ukrajnát nézem, rendkívül nehéz volt megemészteni, hogy először a háború kezdete óta nem az van, amit követel. Hát elnézést, ha megnézem most a NATO-t, és utána válaszolok. A németek bejelentették, hogy több 10.155 mm-es tüzérségi lőszert küldenek. Ha ez igaz, akkor miért kellett odaadni a kazettás bombákat? Bejelentették, hogy Ukrajna vállalt, hogy a kazettás bombákat csak úgy használja föl, hogy nem lesznek polgári veszteségek. Lehetetlen. Tehát a Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója ezt boldogan mondta, ő egy szakértő. Tudnia kellett, hogy amit mond, az egyszerű hazugság. Tehát Ukrajna úgy ment el, hogy a három balti állam, a lengyelek, a britek támogatták, de a többiek nem. Az ukrán vezetés azt mondta pár napja, hogy 23 országban, a 31-ből a NATO-ban mellette, hogy fölvegyék. Nem tudom, ki lehetne számolni, szerintem nincs annyi. De ha 8 ország ellene van, akkor nincs esélye rá. Senki nem vállalja föl a világháborúját Ukrajnáért, egy olyan országért, ahol a világon semmi nem stimmel, ahol a demokrácia alapjai sincsenek meg, és lehetne folytatni. Zelenszky egyébként most azt nyilatkozta, hogy bár csalódott, de látja az ország a szerepét a NATO-ban, és hogy Ukrajna erősebbé tenné a NATO-t, a NATO biztonságosabbá teszi Ukrajnát, Ukrajna pedig erősebbé teszi a NATO-t. Ma egy döntésbe, partnerekbe és egy olyan erős NATO-ba vetett hittel érkeztem ide, amely nem kételkedik, nem feszteget időt, és dacol minden agresszorral. Többek között ilyeneket mondott, ráadásul Zelenszky ugye tömeg előtt beszélt Vilniusban, emberek előtt beszélt. Mire lehet most számítani, mert ugye azért az ukrán kommunikáció az agresszív. Nyilván ez az agresszivitás részben a megtámadottsági helyzetből is adódik, amire azt is mondhatják, hogy jogos, de hogyan tovább innentől, hogyan viselkedhet Ukrajna a nemzetközi térben, és mennyi időre dőlt el az, hogy most ez a NATO-tagság nem aktuális? Jók a kérdések. Egy, a NATO-tagság addig nem aktuális, amíg nem lesz béke. Kettő, a jelenlegi helyzetben a békétől távolodunk. Három, a Zelenszkynek volt azért egy beszéde pár napja, ahol azt mondta, ha az USA nem ad további pénzügyi és katonai támogatást, akkor egyedül is harcol. Ezt meghallgattam még egyszer, mert ez egy akkora marhaság. Ha a nyugat nem ad támogatást, akkor Ukrajnának órái vannak hátra, hogy harcol, ez nevetséges. Nem tudja a béreket fizetni, nem tud semmit csinálni. Tehát Zelenszky egy agresszív propagandával írt elő. Érdekes, ha ön megnézi, a külügyminiszter, a Kuleba már sokkal óvatosabban fogalmazott, mivel rájött, hogy itt agresszivitással először a 500 napos háború folyamán nem érnek el semmit. A Melnyik, a Kuleba helyettese, aki berlini nagykövet volt, megint neki ment a németeknek, hogy ne kövessék el azt a hibát, amit Merkel a bukaresti csúcson, ahol bejelentett, hogy nem lehet a NATO tagja. Nem lehet Ukrajna a NATO tagja, mert nem akar a világ megsemmisülni Ukrajna vélt céljaiért. Ezek nem a valós célok. Itt tartunk jelenleg. Egyébként Kuleba azt írta Twitteren, hogy intenzív megbeszélések után a NATO szövetségesek konszenzusra jutottak az Ukrajna szövetségi tagságá vezető akcióterve visszavonásához, és Kuleba üdvözölte a döntést, amely, mint megjegyezte, lerövidíti Ukrajna útját a NATO felé. Szóval azért érdekes, hogy ki hogyan értelmezi a tegnapi döntést. Elnézést, hogy a MAP programot levették. Ez azt jelenti, hogy a folyamatot lerövidítették. De hogy mennyivel, senki nem tudja. Ahhoz, hogy Ukrajna belépjen a háborúba,
a NATO-ban legalább két dolog kellene. Egy, hogy a háború véget érjen, kettő, hogy a NATO valamennyi tagállammal megszavazza. Egyiknek sincs most itt az ideje. Három. Azért lenne egy olyan feltétel, hogy Ukrajna minimális demokratikus feltételeknek feleljen meg. Jelenleg semminek nem felel meg. Hogy azt mondjuk, hogy megfelel, hát játszani a szavakkal lehet. Tehát Zelenszkijnek haza kell menni, és el kell magyarázni, hogy miért esett arcra. Nem akarok durvábbat mondani. Miért jött el olyan elképzelésekkel, amelyek nem voltak reálisak? Ki a felelős? Nyilván le fogja adni a felelősséget, mert nem ürült meg, hogy magára hárítsa. De elnézést, hát én most megnéztem, tegnap jött ki, hogy hány külföldi harcol Ukrajnában. Nekem nagyon érdekes volt, nem tudom, 11.675 külföldi van jelenleg Ukrajnában. 84 országból. 2600 lengyel harcolót, 900 amerikai és 900 kanadai. Rendkívül sok a grúz, körülbelül 700, román 700, brit 700, nem olvasom tovább. Tehát nagyon komoly nemzetközi támogatást kap, meglátjuk, hogy ezek közül hány fog meghalni. Tehát nagyon-nagyon érdekes az egész kérdés, Ukrajna nem lehet a NATO tagja. Svédország igen, egyszer talán kiderül, hogy Törökország mit kapott cserébe. Következő kérdés így szól, tisztelt Nógrádi tanár úr, nagyon szeretem hallgatni az előadásait. Ha valami nagy hepaj van a világban, általában a maguk műsorát hallgatom meg először, hogy megállapítsam, kell-e aggódni. Az én kérdésem az, hogyha majd szólunk, ha kell, mostantól úgy kell, ma kell aggódni. Az én kérdésem az, hogyha a NATO egy katonai konfliktusba kerülne valamelyik nagy hatalommal, a békepartnerség tagállamainak kötelességük lenne részt venni a konfliktusban, vagy ez a szövetség nem kötelezi őket. Erre köszönöm a válaszát. Üdvözlettel Rafael Szolnokról. Egy, köszönöm. Kettő, Szolnok, ha jól tudom, Magyarország része. Három, mi a NATO teljes jogú tagjai vagyunk. A békepartnerség az mindig egy előszoba a NATO tagság felé. Négy, ha NATO egy nagy hatalommal kerülne konfliktusba, az vagy Oroszország lenne, vagy Kína, teljesen mindegy, hogy a békepartneri országok részt vennének, vagy sem, ezt világháborúnak hívnák, és remélem, hogy elkerüljük. De ez az egész svéd történet, ez nagyon utolsó pillanatos volt, és Erdogan még a vilniuszi csúcs előtt egy nappal és reggel még azt mondta, hogy akkor támogatja a Svédország NATO csatlakozását, ha Törökország meg meghívást kap az Európai Unióba. Én ott gondoltam, hogy akkor Svédország nem lesz NATO tag, aztán a nap végére valami megváltozott. Mi történhetett? Volt egyszer egy hadipari megbeszélés a világon, hogy hol, mikor, azt elfelejtettem. Hol azt mondták, hogy egyik ország azért vett ilyen típusú repülőgépeket, mert ott a jutalék pontja egyel arrébb volt, mint a másik félnél. Tehát mi a török probléma? A török alapvető probléma az, hogy nem kaphat modern amerikai haditechnikát. Ezt az amerikaiak most feloldották, és megkapja. Mi a másik probléma? Hogy létezik egy rendkívül komoly török hadipari export. Ezt most engedélyezték. Mi a harmadik probléma? Hogy Törökország területén elképesztő mennyiségű migráns van, ehhez pénzügyi támogatás kell. Ebben most kompromisszum született. Mi a következő? Elnézést kérek. Tavaly év végén a török infláció 80-valahány százalék volt. Mi a következő? A legtöbb beutazó turista orosz. Mi a következő? A török zöldség-gyümölcsexport őszintere Oroszország. Mi a következő? Hogy Törökország rendkívül ügyesen manőverezik a orosz-ukrán háborúba, és ezen rengeteget keres. Tehát mindezt hagyták, és mindebbe támogatják. Támogatják azt, hogy a török hadsereg bent van Szíriában, az elmúlt 24 órában bombázták a ellenséges terroristának tekintett kurd állásokat Irakba, tehát mindenben megkapta a támogatást Erdogan, ennek megfelelően politikájába változtatott. Ugye emlékezhetünk arra, amikor Erdogan abból kapott rengeteg támogatást, és most nem személyesen Erdogánként, hanem mint Törökország, hogy Angela Merkel-el megegyezett abban, hogy a tanár úr egy vázából iszik, közben azt nézem csak, de ez egy rossz indulatú megjegyzés volt, teját iszom. Szeretném elmondani, ez a nejem bögréje, mikor utoljára ebből ittam, vagy másfél éve, akkor jött egy olyan kérdés, hogy meddig akarom megtartani a bögrét. De azóta már volt olyan, hogy fórumon megkérdezték, hogy a mögöttem lévő szőnyeg eladó-e. A bögréről tárgyalhatunk, a szőnyeg nem eladó. Igen.
Na jó, ha nem tudta, hogy bögrét is árulunk a mai adásban. Tehát mi is volt a kérdésem? Ja, igen, tudom. Mert ugye ott tartottunk, hogy Angela Merkel és Erdogan kiegyeztek, hogy ha fenntartóztatja Törökország a menekülteket, akkor cserébe rengeteg pénzt kap Törökország azért, hogy ezt meg tudják oldani. Ez hasonló üzlet lehet? Tehát ez pénzügyi, vagy valami más? Tehát szívességed, vagy hogy van ez? Ön kérdezett, és nekem ez a kedvenc témám, és rövid leszek. Egy. Merkel úgy ment el az Európai Unió nevébe tárgyalni Törökországgal, hogy csak az akkori soros elnökkel, a hollandokkal egyeztetett, senki mással. Kettő. Merkelt nem akarta Erdogan fogadni, hogy milyen megalázó, hogy egy nővel kell tárgyalnia, nem engedte, hogy kitegye a török zászlót. Ettől kezdve Merkel kis táskájában mindig vitt egy német zászlót, bocsánatot kérek, német zászlót, hogyha bármi történik, ki tudja tenni. És Merkel Európa nevében, Európa nélkül megállapodott. Elfogadta Európa, kettőt nyert mindenki, és elfogadta. Mi történik most? Egy hasonló kompromisszum. Akik ott vannak, azok győzködték Erdogán, és nyilván röködtek a nullák. Ugye Magyarországon a parlament már előkészítette a svéd ratifikálásról szóló határozatot, de még nem szavaztak róla. Nyilván szavazni kell róla. Ez Magyarország esetében, mivel a kormányunknak kétharmada van, szerintem valószínűleg ugye nem kérdés. De Törökország esetében mi van akkor, ha majd máshogy gondolják a képviselők, mint ahogy nem a politikai? Nem gondolják. A török parlamentben abszolút többsége van Erdogánnak. Tehát az, hogy a képviselők máshogy gondolják, ez elképzelhető. És olyan sincs, hogy Erdogan megbeszéli a képviselőkkel, hogy gondolják másként? Miután mindazt megkapta anyagilag és politikailag, amit remélt az EU-tagság kivételével, ettől kezdve nem fog ilyet beszélni. Lesz egy szemét kérdésem, és tudom, hogy úgyse fog rá válaszolni, de azért megkérdezem. Ilyenkor Erdogannak ajánlhatnak olyat is, ami személyesen jó neki, tehát ami a pénztárcáját gyarapítja egy ilyen döntés meghozatala érdekében? Nincs értelme, mert egy államfő egy olyan országból, ahol teljhatalma van, azt csinál, amit akar. Tehát az, hogy neki ad, fölkínáljanak, hogy X összeget kap, ez értelmetlen. Ha azt kérdezni, hogy Erdogan azt kérje, hogy hatalommal után, hiszen ez az utolsó ciklus, a családtagjainak ne legyen bántódása, a kormányban résztvevő családtagok mentességet kapjanak. Nyilván erről megállapodott, de nyilván ez soha az életben nem fog kiderülni. Na, egy kicsit még mindig nem Svédország, hanem még mindig Ukrajna, hogy Stoltenbergnek volt egy nagyon érdekes mondata. Azt mondta, hogy Ukrajna NATO tagsága az Oroszországgal fennálló konfliktus kimenetelétől függ majd, és a hozzátett, és ez az erős mondat, hogy ha Ukrajna nem nyer, akkor egyáltalán nem lesz szó garanciákról és NATO tagságról. Na most ebben a helyzetben viszont Ukrajnának muszáj nyernie a NATO szempontjából is. Tehát hogyan lehet olyan forgatókönyv, tehát hogy mi van akkor, ha nem nyer Ukrajna, vagy egy háborúban, vagy az egyik nyer, vagy a másik, hogyan tudják akkor feloldani ezt a dilemmát? Hát én nagyon szemét leszek a Stoltenberg hónapokkal ezelőtt egyszer ezt már elmondta, hogy a háborút Oroszország nem nyerheti meg. Én másnap bemutam a tévében, hogy igaza van, de Ukrajna sem. Tehát ebben a háborúban egy atomhatalommal szemben nyerni nem lehet. Oroszország pozícióit gyengíti a Wagner csoport, Oroszország pozícióit gyengíti, hogy durván 40 ország fegyverzi föl Ukrajnát, de az orosz pozíciókat erősíti, hogy a világ maradék durván 160 országa vagy semleges, vagy Oroszország mellett van. Elnézést, itt van India. Kitől veszi a legtöbb fegyvert? Oroszoktól. Mit akart most a Európai Unió? Hogy csináljunk egy olyan csúcsot, hogy Európai Unió, Dél-Amerika, és együtt ítéljük el Oroszországot. Valamennyi, még egyszer, valamennyi dél-amerikai ország államfője közölte, hogy ők európai konfliktusban nem foglalnak állást, nem engednek von der Leyen nyomásának, és nem hajlandók Oroszországgal szembe felsorakozni. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami ezt a NATO álláspontot árnyalja. Stoltenberg esetében még egy évig a NATO főtitkára, bár ez az x-edik hosszabbítás, és meglátjuk, hogy meddig kell még hosszabbítani, hogy utána átvegye a helyét a von der Leyen, ami Washingtonnak jelenleg a célja. Tehát rendkívül kevertek a kártyák. De az, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyerje, ennek nincs realitása. Többek között nincs élő ereje.